fontosabbak nekünk, az osztrák-magyar monarchiának, hiszen Oroszország kilépésével nagyon komoly lehetőségek adódnak a háborús erőviszonyokban annak érdekében, hogy Németország és az osztrák-magyar monarchia ebből a háborúból jól kerüljön ki, azonban megtörténik az, amely már egyébként nagyjából egy éve várható volt, hogy az Amerikai Egyesült Államok belépett a háborúba, és ezáltal az adott hatalmak nagyon komoly erősítést kapnak. De hát megyünk még vissza az 1916-os év végére, amelyet, és hát nem beszéltünk még arról, hogy Ferenc József, Ausztria császára és Magyarország királya 96 éves korában, 1916. november 21-én elhunyt. Itt látjuk a jobboldali képen az akkor készült fölvételt a igen tisztes-korú uralkodóról, és hát a másik oldalon találjuk a kriptáját. Bécs belvárosában van a kapucinusoknak a temploma, az a temetkező hely, ahol 1633 óta a Habsburg család temetkezett. Nem régiben, pár évvel ezelőtt Habsburg Ottót is ott temették el. Tehát ez a templom és ez a kápolna a kapucinusok világa él. Hát Ferenc Józsefről beszélni nagyon nehéz, mert egy a magyar történelemnek az egyik legellentmondásosabb személyisége, aki 1820-ban született, és fiatalon, 18 évesen, után betöltötte a 18-as életévét, akkor került trónra egy belső udvari veszekedés következtében, hiszen az uralkodót, 5. Ferdinándot, aki Ferenc József édesapjának volt a testvére, azt le kellett mondatni, hiszen valamiképpen gyengelméjé volt, az a Metternich, aki irányította hátulról a birodalmat, azt a bécsi név 48 tavaszán elzavarta, tehát egy kaotikus helyzet volt, és ebben a helyzetben lett Ferenc József a nagybátyjának, 5. Ferdinándnak az örököse. Hát tudjuk, hogy neki nagy felelőssége van abban, hogy a 1848-as áprilisi törvényeket az udvar nem fogadta el, és Magyarország ellen háborút indított, és a felelőssége a magyar tábornokok és Batthyány Lajos kivégzésében megkérdőjelezhetetlen, hiszen ezt nem lehet hajnalra fogni egy ilyen kérdésben az uralkodónak is előzőleg véleményt kellett nyilvánítania. De hát mondjuk azt, hogy ő az a kiegyezésnek az elfogadója, amivel egy új helyzet alakul ki Magyarországon, és hát tulajdonképpen sok tekintetben a 48-as áprilisi törvények lépnek érvénybe. Magyarország történetének a legnagyobb fejlődése zajlik, amire mondhatjuk, hogy nem az uralkodó csinálta, hanem a miniszterek, meg a társadalom, meg a bankok, meg az ipari emberek, meg a Magyarország lakói, de hát azért mindenképpen teljesen egyértelmű Ferenc Józsefnek a törekvése arra, hogy a népei jólétben éljenek, és mindaz az egész közép-európai térségnek abszolút monarchiának, ez a 19. század végé rendületes és történelem sajnos még példátlan fölfutása megtörténjen, abban neki is nyilvánvalóan volt szerepe. Hát aztán persze voltak kellemetlen történetek, amiket ő neki le kellett nyelnie, hát többek között, hogy a legnagyobb riválisának, Kossuth Lajosnak, amikor meghal 1894 márciusában Itáliában, akkor Kossuth Lajost a magyar állam
nemzeti altjának tekinti, és Kossuth Lajos temetése 1894. április 1-én egy nemzeti megmozdulás volt, aminek hát nyilvánvaló, hogy abszolút ellenes, kiegyezés ellenes éle volt, és hát ez ellen Bécsben az uralkodó semmit nem tudott tenni, és hát azt is tudomásul kell vennie, hogy a magyar politikai életnek az egyik határozó irányítója az emigrációba Kossuth Lajos, illetőleg a kossuthi szellemiség Kossuth Lajost hát jócskán túlélte. Aztán itt volt, és a leghosszabb magyarországi tartózkodása az a millenniumi ünnepségek idején történt, erről már beszéltünk, és hát nagyon nagy gesztusokat tett ezen látogatásai és ünnepségeken az ő szeretett népének, a magyar népnek, aminek a nyelvét egyébként jól ismerte. Aztán hát megvoltak a tragédiák az életébe, a személyes tragédiák. Talán itt most szlájdot nem látunk arról, de 1867-ben a testvéröccsét, Miksát, aki egy kalandos történet keretében megpróbálta megszerezni Mexikó trónját, egy időre sikerült is, majd az ellenek küzdő köztársasági fogságába került, akik kivégezték, és hát a testvére egy politikai akciónak a kivégzett áldozata lett. Hát a fia Rudolf, akinek a története és szerelmi története Vecsera Máriával, aki egyébként Vecsera Mária magyar állampolgárságú volt, az édesapja egy Törökországban szolgáló magyar állampolgárságú abszolút diplomata volt, hát tudjuk, hogy Rudolf főben ütte magát, és hát Ferenc Józsefnek és az Erzsébetnek az egyetlen fia helyett egy más trónörökös kellett találni, Ferenc József testvérének a fiát, Ferenc Ferdinándot, akit 1914-ben szintén meghal, tehát tudjuk a történetet, a szarajevói személyes történetet, de talán az egyik legnagyobb tragédiája Ferenc Józsefnek, a feleségének, Erzsébet császárnénak és királynénak a halála 1898-ban, amikor Genfben egy olasz monarchista leszúrja, és ez az asszony, aki jó értelemben tudta képviselni, szerethetővé tudta tenni a Habsburg monarchiát, felejtetni tudott a Habsburg monarchiának a rossz dolgait, és nem csak a szépsége, és nem csak a szépsége okán volt tulajdonképpen egy szimbóluma az osztrák-magyar monarchiának, hanem az esze okán, a diplomáciai képességei után, és ő az, aki egyébként gyerekkorában nem tanult magyarul. Amikor a királyné lett, császárné királyné lett, akkor tanult meg magyarul, és tökéletesen leveleket írt, és szinte sportot csinált abból, hogy magyar királynéként a környezetében magyarul beszéljen. A Ferenc József temetésének van egy temetése után történt a magyar vasúttörténelem, vagy a korai vasútépben legnagyobb vasúti katasztrófája. A temetésről visszajövő vonat, amely a budapesti küldöttséget és ezen a vonaton utazó Talóczi Lajost, aki 1916-tól a megszállt Szerbiának a kormányzója volt. Ez a vonat kisiklott, és összetört, fölgyulladt, és hát többen meghaltak, többek között Talóczi Lajos is, ez herceghalomnál Buda előtt, tehát a Dunántúlon történt ez a baleset. Talóczi Lajos közvetítő volt a magyar világ és Bécs között Ferenc Józsefnek, egyébként ő volt az 1900-es évektől a balkán szakértője, tudott mindenféle balkáni nyelvet, utazott, kiváló történész volt,
Egyébként a közös pénzügyminisztérium levéltárának volt az igazgatója, de hát ő ennél sokkal több volt a magyar-balkán politikának az egyik fő irányítója. A uralkodó meghalt, új uralkodó, IV. Károly, aki hát nyilvánvaló a trónörökös szerepbe úgy kerül bele, hogy Ferenc Ferdinándot Szarajóval meggyilkolják. Károly Ferenc Ferdinánd testvérének a fia, tehát a Habsburg háznak egy Ferenc Józseftől számítottan egy oldalági főhercege, aki egy nagyon jó lelkületű, egy értelmes, rendkívül intelligens, rengeteg nyelvet kiválóan beszélő fiatal ember volt, és hát uralkodóként is nyilvánvaló, hogy ilyen volt, mélyen vallásos nevelésben részesült, de hát ez ő neki a lelkisége, mélyen keresztény volt. Magyarul tökéletesen tudott, egyrészt mert a Habsburg főhercegeket tanították magyarra, másrészt pedig az édesapja nagyon sokáig a soproni ezredben volt a parancsnoka, és Sopronba szolgált, és Károly Sopronba élt, és ott volt a magyar tanár, a Tormási János, aki a magyar kultúrára is megtanította. Utána Bécsbe került, és ő az első olyan fő-fő Habsburg, aki nyilvános gimnáziumba járt, a bécsi bencéseknek a gimnáziumába, együtt nem elkülönülten. Érettségie azonban nem lehetett nyilvános, mert hogy egy fő-fő Habsburg, hogyha nem tudja a tálesztételt, akkor az ne derüljön ki a világnak, de Károlyjal ilyen módon nem voltak, mert jó tanuló volt és egy olyan értelmes ember. Nyilvánvaló, hogy megfelelő katonai képzéseket kapott, habár fizikailag gyenge szervezete volt, és nem az a katonai típus. Az egyetemet Prágába végezte, ahol jogtudományokat tanult, mind kánoni jogot, mind világi jogot. Tehát nyilvánvaló, hogy a Prága Egyetem meg a nyelve akkor német volt, de Károly tökéletesen beszélt csehül, és a prágai évei alatt találkozott Bourbon Bármai Zitával, a Habsburg, tehát egy itáliai nagyon kékvér családdalnak a lányával, aki fürdőre jött Csehországba, hiszen a csehországi fürdők azok híresek voltak, és itt estek egymással szerelembe, és 1911-ben összeházasodtak. Hát ez az udvarnak az elvárásainak megfelelt, hiszen már meg kellett volna nősülnie, és hát egy jó és egy nagyon jó házasságban éltek, amíg együtt tudtak élni. Hát nyilvánvaló, hogy ez a koronázás, IV. Károly koronázása 1916. december 30-án, az a magyar történelemnek az utolsó koronázása, tehát valami, ami megkezdődött 1000-ben Székesfehérváron, ez most itt Budapesten, a Mátyás templomba befejeződött. Ez a koronázás a megfelelő aktusoknak megfelelően zajlott. Itt az első képen látjuk a uralkodót, egy fotón a magyar királyi koronával, és mellette Csernok János, esztergomi érseg áll és olvas fel valamit, és mellette szakállas férfi, az Tisza István, akkor miniszterelnök, a koronázáson, mint nádor helyettes vesz részt, és tulajdonképpen a királyi koronát az uralkodó fejére Tisza és Csernok teszik föl. Ez is egy érdekes, hogy Tisza István református vallású volt, és ezt a nagyon katolikus szertartásnak az egyik fő ceremónia mestereként van itt.
És az a domb, ahol áll az uralkodó, és mellett ott vannak a főpapok és Tisza, ez az a koronázási domb, amelyet itt egy halmot hoztak létre a koronázásra a Mátyás templom előtt, és ez a halom, ez egy szimbolikus halom volt. A földet azt Erdélyből hozták, hát főként azért, mert Erdély végén nagyon sokat szenvedett a román betöréstől, és olyan szimbolikus helyekről jöttek a földszállítmányok, mint Radnótról, ami a Rákóczi hagyományhoz kötődik, vagy Kökösről, ahol Gábor Áron halt meg, és nagyon sok föl, és jött egy nagy szállítmány föld Brassóból, a Nagyszenke hegytől, ott pont onnél, arról a helyről, ahol a hangolgalási emlékmű állt, és egy külön földanyag jött a Csiki havasokból, a magyarúsi tető környékéről, ahol akkor itt korábban nagyon komoly harcok voltak az osztrák-magyar monarchia seregei és a román katonák között, aztán a későbbiek is lettek. Tehát ez egész egy szimbolikus, tehát az erdélyiség benne van a koronázásban, és hát a koronázásnak az arculatát, az két erdélyi ember készíti el. Az egyik Bánfi Miklós, aki ekkor az operaház intendánsa, és ő szervezi meg a részleteket az egész koronázásnak, és hát ő neki lesz az ötlete egyébként, hogy a koronázásra meghív háborús sebesülteket, és ők is fölvonulnak, amivel aztán nagy vita lesz, hogy kell erről beszélni, vagy nem kell beszélni. Bánfinak igaza volt, hogy beszélt erről, és a különböző dekorációkat az pedig Kós Károly készítette, aki hát akkor már Budapesten egy jó nevű képzőművész, és nem csak építész, hanem képzőművész. Úgyhogy nagyon sok vonatkozása van Erdélyen a koronázásnak, és itt alul látunk egy nagyon kedves képet, ahol az uralkodó IV. Károly és a felesége Zita királyné ülnek, és ott van egy kisfiú, az akkor, ha jól emlékszem, 6 éves Otto, hát aki örököse lesz IV. Károlynak, egy nagyon kiváló ember, nekem a Jóisten megadta, hogy többször találkozhattam vele, egy fantasztikus, kedves, diplomatikus, intelligens ember volt, de róla még majd fogunk szólni. IV. Károly meg akarta újítani a monarchiát, és tudta, hogy ehhez hát először békére lenne szükség, és azt próbálta megtalálni, hogy az osztrák-magyar monarchia hogyan tudna ebből az áldatlan háborúból kilépni. Nyilvánvalóan folytatója volt azoknak a Ferenc Ferdinándi elképzeléseknek, amelyek a monarchia átszervezését hát tűzték ki célul, és hát alapvető célja volt, hogy Magyarországon is bevezesse a titkos választójogot, mert Ausztriában már tény volt, és hát ezek voltak azok a törekvések, amelyek leginkább meghatározták az elképzeléseit, és hát ezt kellett a magyar politikával összhangba hozni. A béketárgyalások, és hogy valamilyen kapcsolat legyen, hát a franciákkal, azt az uralkodónak a sógora volt a segítségére, Zita királynének a bátyja, Sixtus Bourbon Parmai herceg, Belgiumban élt, és a belga hadseregben volt a tisztje, hát megfelelő titkos csatornákon, tehát nyilván még Svájcon keresztül, 1917. februárjában Károly levelet juttatott el a francia elnökhöz, és mindenféle kapcsolatok voltak Clemenceau francia miniszterelnökkel, amelyben az osztrák-magyar monarchia jelezte, hogy a háborúból ki akar lépni, és mindezek titkos levelezések,
és Károly azt is leírta, hogy az osztrák-magyar monarchia részéről az, hogy elszász Lotharingia a Franciaországhoz kerüljön, elfogadható. Hát ezek a próbálkozásokból egyébként ezek folytatódtak tovább, aztán ebből az egész levelezésből 1918 tavaszán nagyon nagy botrány lett, ezek kiderülnek, és nyilvánosságra hozzák a leveleket, annak a franciák, ez egy véletlen belső béki, belső ellentmondások és küzdelmek miatt kezdődik meg ennek a kiszéveraktása, majd utána a franciák tudatosan mindegy nyilvánosságra hoznak, hogy az osztrák-magyar monarchia és Németország közti viszonyt megrontsák, de erről majd még fogunk beszélni, hölgyeim és uraim. Hát közben nagyon nagy változások vannak Oroszországban. Oroszországban február 23-25-én, ami nálunk március elejére van, hiszen ez az ortodox naptár szerinti február 23-25, ez már a nyugat-európai általunk használt naptár szerint március elejének felel meg. Hát az orosz nép megszüntette a cárizmust, és Oroszország egy ilyen belső demokratizálódás irányába indult, amelyet úgy tűnt, hogy demokrata, polgári, orosz erők, középosztályi, felsőosztályú, felső, tehát ilyen a nyugati világhoz Oroszországot fölzárkóztatni akaró erők tudják kézbe tartani. A cár atyuska lemondott február 27-én az ortodox naptár szerint, március 12-e a mi naptárunk szerint, második Miklós, minden orosz a cárja, visszavonult, és itt látjuk a másik képen, lányai körébe, és hát majd tudjuk, hogy mi történik 1918-ban, és milyen brutálisan végzik ki a cári családot, amiről majd még fogunk beszélni. Van egy nagyon fontos szereplő, akit kéne ismerni, ezt a nevet, Vlagyimir Iljics Lenin, ha bár a fiatalok lehet, hogy nem olyan hallottak róla, ami öregebbek elég sokat, és tulajdonképpen, tehát nyilvánvaló, hogy Oroszországnak a megváltoztatása ennek a embernek a nevéhez, vagy politikusnak a nevéhez szűrődik, azonban mindenből nem lett volna semmi, hogyha Németország nem juttatja Svájcból, a svájci emigrációból, Zürichből haza Vlagyimir Iljics Ujjanov Lenint és a vele lévő forradalmárokat 1917 áprilisában. De hogy ezek a bolsevikok jók lehetnek Németországnak, az egy hosszú történet, amíg erre Berlinbe rájöttek. A történet az 1915 nyarán kezdődött Isztambulban, hogy Alexander Párusz nevű odesszai üzletember, aki egyébként kommunista volt, tehát üzletember is volt, és régóta ismerte a Lenint és kapcsolatban állt a bolsevikokkal, az az isztambuli német követnek elmagyarázta, hogy ezek a bolsevikok képesek arra, hogy Oroszországot fölrobbantsák, és Oroszországot kiöltessék a háborúból. Hát a német diplomácia ezt értelmezte, mindenféle titkos emberek jöttek, mentek, fölvették a kapcsolatot, az akkor már szinte egy évtizedes Svájcban, Zürichben élő Vlagyimir Iljics Leninnel, és végül is a német advezetés a februári forradalom után úgy látta, hogy mindazt, amit a Párusz fölvetett, annak abból lehet valamit csinálni, és a bolsevikoknak a legfontosabb vezetőjét, Lenint és a mellette lévő munkatársait haza kell juttatni. Egy külön vonatot állítottak a rendelkezésére, adtak nekik pénzt, és ez a külön vonat, látjuk ezt a piros vonalon, hát átment Berlinen át, és itt a Sassisnél átkelt a semleges Svédországba, és a semleges Svédországból jutott ez a csoport Szentpétervárra, a nagy örömmel fogadták őket, a bolsevik elvtársaik, a
polgári kormányvezető erők, pedig nem nagyon, de hát ők azt hirdették, hogy minden politikai üldözött hazatérhet Oroszországba, és hát nem mutatták a Leninre és környezetére, hogy ők nem jöhetnek haza. Most itt látunk egy nagyon érdekes képet, ez a két kép, a két felső két kép az egymással a kapcsolatban hozható, ez akkor készült, amikor Lenin és a kísérete megérkezik Stockholmba, és hát látjuk, hogy Leninen egy egész jó kabát van, mert mellette ott van ez a cilindres úriember, a Ture Nerman, aki a jól öltözöttsége ellenére egy svéd kommunista, jó módú svéd kommunista, aki akkor, amikor megérkezett a delegáció, ami 33 emberből állt, az először is fölöltöztette, hát leginkább Lenint, hogy legyen neki egy jó kabátja, és itt az előző képen egyébként az is érdekes, hogy látjuk Krupszkáját, Leninnek a feleségét, egy kalappal a fején, és hát Lenin és hát Leninnek az ismert arcvonásait, amiben nyilván benne van az ő kazányi tatár, az apja révén a kazányi tatár múltja és keleti vonásai, az édesanyja egyébként egy Oroszországba került német evangélikus asszony volt, és az alsó képen a bolsevikok Szentpéterváron köszöntik az ő hazaérő vezetőjüket. Miközben Lenin hazatér Szentpétervárra és Oroszországba, mindenféle változások kezdődnek, hát a közben megtörténik az, amit tartani lehetett, hogy az Egyesült Államok belépett a háborúba, és hadüzenetet intézett a Németországhoz és az Osztrák-Magyar Monarchiához és a többi központi hatalmakhoz. Az, hogy az amerikaiak jöjjenek, ez olyan túl nagy veszélyt, ez az időpont nem jelentett, hiszen az amerikaiaknak mozgósítani kellett, a hadsereget, hogy is mondjam, gyakorlatoztatni, átszervezni a szállítóhajókat, összeszedni, amivel átkelik az óceán, úgyhogy az első komoly amerikai egységek, azok ősszel érkeztek meg, de az a nagy özön, amivel az amerikaiak igazán tudják segíteni az antant hatalmakat, az csak 1918 tavaszára volt válható. Az orosz kormány, a februári forradalom kormánya, a Kerenszky miniszterelnök kormánya az antant kérésére, könyörgésére nem fejezte be a háborút, holott az orosz nép többsége bár nem akart harcokat, a Brusilov offenzíva az egy hatalmas nagy, tehát egy milliós vesztesége járt, és hát tisztában voltak ezzel az orosz katonák, hogy itt nagy győzelem egyébként nem lesz, és a Kerenszky júliusban az orosz egységekkel egy ellentámadást indított, ami egy sikeres ellentámadás volt. Nyilvánvaló, hogy megállítható volt, tehát az volt a gondja az osztrák-magyar és a német hadvezetésnek, hogy hát mennyi erőd vannak el a németek a francia frontról, illetőleg az osztrák-magyar monarchia az olasz frontról, hogy a Kerenszky offenzívát megállítsa. Itt éppen azt látjuk, amikor osztrák-magyar katonák orosz foglyokat ellenőriznek. Az várható volt, hogy IV. Károly szellemisége és Tisza István szellemisége az valahogy nem ugyanaz, a legnagyobb ellentét köztük titkos választója kérdésében volt. Tisza ragaszkodott az álláspontjáról, hogy Magyarországon nem kell bevezetni a titkos választójogot, mert amennyiben a választó kört kiegészítik, ezáltal Magyarországnak olyan parlamentje lesz, amely bármilyen kormányt meg tud buktatni, azaz a parlamentben sokkal nagyobb számban jelennek meg a nemzetiségek
mint a korábbi parlamentekben, illetőleg a parlamentekben megjelennek azok a szocialista erők, amelyek az ország parlamentben jelen voltak, és egy olyan kombinációk és olyan matematikák jöhetnek létre, amelyben Magyarország nem tud stabil kormányt alakítani. Tisza 17. május 23-án lemondott, amelyet IV. Károly tudomásul vett. Az új miniszterelnök, a Esterházy Móricz, Esterházy a grófi ágához tartozó fiatal, energikus ember, aki ismerte IV. Károly környezetét, aki azonban nem lett hosszú ideig miniszterelnök, és ekkor tűnik föl egy új gondolatvilággal Károly Mihály gróf, aki 17-től kezdődően, hát mondjuk nem csak a Tiszát kritizálja, tehát a parlamentben nagyon komoly viták voltak, hanem Károly veti föl azt, hogy Magyarországnak különösen érdeke az, hogy kilépjünk a háborúból, és ehhez ő mindenféle kapcsolatokat keresett a különféle arisztokratai szálai révén, Párizsba és Amerikába is mindenféle kapcsolatokkal rendelkezett. A miniszterelnök, akire a borzalmas háborús feladatok beszólt, tehát az élelmiszer begyűjtése, a hadsereg ellátása, egy gyakorlott emberre volt szükség, és ez a Vekerle Sándor volt, aki már korábban kétszer is volt miniszterelnök, egy nagyon kiváló bürokrata, aki az egész karrierjét nem... Egy középosztályi családból származott, nem volt mögötte vagyon, nem voltak mögötte tízezer, százezer oldal. A saját képességeiből lett a magyar bürokráciának egy nagyon kiváló alakja, akinek az emlékét, akik Budapestet ismerik, a Vekerle telep őzi, ahol a tisztviselőknek, munkásoknak építetett lakásokat, amelyek ma is egyébként egy nagyon kellemes közeget biztosítanak, és hát menjünk tovább, és beszéljünk arról a nagyon fontos kérdésről, hogy 1917-ben az Osztrák-Magyar Monarchiának a németekkel való egyeztetéssel volt egy nagy lehetősége, hogy Olaszországot kiiktassa a háborúból. Az olaszokat egyébként rendkívül frusztrált azt, hogy a Doverdónál, az Isonzó völgyében két év alatt nem tudták áttörni, az Osztrák-Magyar Monarchia alakulatai hősiesen megvédték a vonalainkat, hát erről már beszéltünk, és az Olaszországban mindenféle bomlások indultak el a hadseregbe, a társadalomnak is elege volt ebből a háborúból, és ekkor született meg az a haditerv, hogy egy nagyon komoly, erőteljes ellencsapással az isonzói vonalaknál lévő vonalakat áttörjük, és behatolunk a fósítságra, és Olaszországot a háború való kilépésre kényszerítjük rá. Hát ennek a fő, aki ehhez áldását kellett adja, az a vezérkari főnöke Paul Hindenburgnak, aki egyébként egy új háborús taktikát vitt, és tulajdonképpen egy új lendületet hozott mind a német, mind az osztrák a magyar hadseregnek a harcászatában az, hogy a rohamcsapatokat indítottak a különböző stratégiai pontok fele, és a rohamcsapatok, hogyha elfoglalnak egy-egy stratégiai pontot, ezáltal megzavarják az ellenséget, és hát mélységbe lehet behatolni
az ellenfél területére. Ennek a harcászatnak a nagy szakértei Otto Bello volt, egy porosz tábornok, aki már eléggé komoly életkorban volt, és az osztrák-magyar monarchia egységeit az itáliai fontparancsnokaként Svetozár Borojevics, akit a katonáink Svetónak hívtak, akiről beszéltem, hogy egy horvát-szerb származású, nagyon kiváló tábornok. Hát itt azt kellett megcsinálni, hogy itt valahogy itt az Alpok hegyvidékén úgy kellett 520 ezer katonát összevonni, hogy az olasz titkosszolgálat és a felderítés ezt ne vegye észre, de hogy a katonák és azokat úgy kellett elhelyezni mélységébe itt mindenféle alpesi falvakba, hogy ez nagyon ne tűnjön föl, de hát az egyik legnagyobb teljesítmény, amit én nagyon nagyra, tehát hölgyeim és uraim, 200 ezer lovat kellett összevonni, hát ugye hegyeken, és 50 ezer összvért, tehát hogy a szállítmányokat és az ellátmányt tudják a hegyek között hozni, vinni. Hát hál' az Istennek az olaszok nem jöttek rá, hogy mi készül, és itt és egy olyan helyen, egy nagyon nehéz helyen, amit mi Caporettónak hívunk, szlovén barátaink Kovaridnak, ez ugye a Szlovénia, itt, hát nem itt a völgybe, hanem itt a hegycsúcson sikerült egy olyan áttörést elindítani több ponton, amelynek következtében az osztrák-magyar német egyesített haderők, hát körülbelül 150 kilométer mélységbe hatoltak Olaszországba, elérték a Piave vonulatait, az olasz hadsereg fölbomlott, 500 millió olasz hadifogoly, az olasz hadsereg úgy szétbomlott, hogy újjá kellett szervezni. A Olaszország, hogy nem lépett ki a háborúból, mögött az van, hogy amikor a Piavénához megérkeznek az osztrák-magyar német alakulatok, akkor ott már franciákba, angolokba és amerikaiba ütköznek, és az Olaszországot az Antant egy ilyen katonai gyámság alá vette, és megakadályozta, hogy kilépjenek a háborúból. Az olasz hadsereget ezért a vereségért brutálisan megbüntették, több tízezer embert hadbíróságra állítottak, bizonyos egységeknél tizeden is hajtottak végre, úgyhogy hát egy ilyen vasfegyelemmel állították helyre az olasz hadsereget, de a pozíciójunkat 1918. júliusáig meg tudtuk tartani, és hogy akkor mi történt, arról majd a következő tanulmányon beszélünk. A kapitettő hősei az egyik, tehát ezek a rohamcsapatokat vezetők, akik egy-egy magaslatot és egy stratégiai pontot elfoglaltak, azok közül, hát most két emberről beszélünk, az egyik, aki hát jól ismert a hadtörténelemben, Erwin Rommel, aki hát ekkor még százados rendfokozattal rendelkezik, ha bár elég fiatal a százados rangban van, és hát majd a második világháborút a német hadseregnek az egyik nagy tábornok, az észak-afrikai harcoknak a vezetője, és aki majd a Hitler elleni merényletben részt vesz, és ezért a Hitler 44 végén öngyilkosságra kényszeríti. Rommel ekkor egy fiatal százados, aki a mellette lévő egységekkel az a feladata, hogy fiatal, jó erőben lévő hegyi vadászokkal és egyéb alakulatokkal, ők tulajdonképpen megrohamoztak olyan hegycsúcsot, egy olyan hegycsúcsot, amit az olaszok nem gondolták, hogy oda föl lehet mászni, el lehet jutni, ők eljutottak, elfoglalták, ezzel zavart keltettek az olasz hadvezetésben, tulajdonképpen ez a hegycsúcs is arra szolgált, hogy ezzel, hogy az ő védelmük alatt a különböző egységek fölvonuljanak, és újabb előretörjenek mélységbe, az olaszokat visszavonulásra késztetsítjék. Hát Rommelről ezt a mindenféle monográfia megírja. Hát sajnos kevésbé ismert az a történet, hogy a mi hadseregünknek is volt egy Rommelje, akit úgy hívtak, hogy Bertalan Árpád,
aki ekkor egy fiatal hadnagy, aki az ő egységével egy másik hegycsúcsot rohamozott meg, és hatalmas, tehát sikeresen elfoglalta nagyon kemény harcokba, és az olasz hadvezetésnek ez az előretörés olyan zavarokat okozott, hogy egy olyan visszavonulásba kezdődött az olasz hadsereg, amit hát a mi fölfedező alakulataink ki tudtak használni. Erről a derék Bertalan Árpádról, ez a 30-as évekből készült kép, hát látjuk egy jóképű magyar ember, a 30-as években ő egy ejtőernyős ezredes, és tulajdonképpen az ejtőernyős alakulatokat Magyarországon ő szervezte meg, sajnos 1941 nyarán egy repülővé baleset áldozata lett, és ott halt meg. Hát Aporettóban, Szlovéniában egy nagyon szép emlékmúzeuma van a Caporettói áttörésnek. Hát hölgyeim és uraim, ez egy érdekes dolog a történelem, mert ugye ezek a mi drága jó katonáink, nekem nagyapáink, fiatalabbnak, dédapáink, hát a jugoszláv történeti gondolkozásban ők ellenségek voltak, hát a olaszoknak, a szerbeknek a szövetségesei az olaszok voltak, és hát legfeljebb eltűrték, hogy ezek a sírjainkat valamennyire gondozzák. Többnyire az osztrákok csinálták ezt a kommunizmus idején egyébként, hogy gondozták a mindenféle katona sírokat, de akkor, amikor Szlovénia kivált Jugoszláviából, és akkor, amikor meg kellett fogalmazni az új szlovén öntudatot, akkor az arról szólt, hogy az olaszok el akartak bennünket foglalni. Az olaszok el akarták foglalni a mi földjeinket, és azok az osztrák-magyar katonák, akik itt voltak, azok bennünket szlovénokat védtek. És akkor, amikor létrejött Szlovénia, akkor a kormányzat nagyon gyorsan döntött, hogy a Caporettóban, Kovarjékban létez egy emlékmúzeumot, amit egyébként a Magyar Hadtörténeti Intézetnek hoztak létre, és hogyha valaki eljut ide, akkor hát látja, hogy fantasztikus részletei vannak a Caporettói áttörésnek itt bemutatva, és hát mindenütt ott vannak az emlékek, a képek, a lőszerek, a mindenféle dolgok a magyar katonákról. A Caporettói áttörésnek egyébként a irodalmilag a legkomolyabb emlékét, vagy megragadását, azt Hemingwaynek köszönhetjük. Hemingway ekkor a Caporettói áttörés idején még tehát nem vett benne részt, de a különböző visszaemlékezések, mindenféle alapján kiváló szakértője volt mindannak, ami 1917-ben történt. Hogy kerül Hemingway bele ebbe az egész történetbe? Ő egy ilyen gyerekkorában, egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen vadászgató, erdőt járó fiatal ember volt, akinek azonban volt gondja a szemével, és ezért nem tudott bevonni amerikai katonának. Egyébként 1899-es születésű, és ő önkéntesnek jelentkezett a Vöröskereszteshez. Vöröskeresztes 1917 végén került Itáliába az olasz hadsereghez, a Vöröskeresztes alakulathoz, gépkocsi vezető volt, aki azon majd 1918 júliusában shrapnel sebsülést kap, a Piavéi fronton ment amerikai katonáknak vitt mindenféle dolgokat, csokoládét, rumot, jól érezte magát, fiatal ember, vagy nem érezte veszélyt, hát ott semmi baja nem lett, de a kocsiját egy osztrák-magyar tüzér alakulat eltalálta, és akkor sebesült meg, és akkor viszik kórházba, és akkor lesz szerelmes a fürdővérbe, mindenféle dolgokat, de hát ezt nagyon szépen leírja a Butcher fegyverekből, de itt írja le a Caporettói áttörésnek a történetét, ahogyan ő hallotta olaszoktól, meg mindenkitől, és hát ez egy fantasztikusan, tehát adja vissza az olasz hadseregnek a szétbomlási folyamatát, és annak az okait, és hát rámutat egyébként, hogy a háború, az egy milyen borzalmas dolog, és hogy
és hogy milyen könnyen lehet meghalni. Az olasz fronton lassan még nem búcsúzunk el, de a kaporetői áttörés után azok a dovernói dombok, amelyeken őseink harcoltak, azok hát tartósan az osztrák-magyar hadseregnek az ellenőrzés arra kerültek, rengeteg katonai temető van, és akkor épült Vizintibe ez a szlovén-olasz határnak az olasz oldalán egy nagyon szép kápolna, a magyar katonáknak a kápolnája, amely hát azóta is megvan, és magyar zarándokok, vagy magyarok, akik Itáliába mennek, letérnek az úthoz, és itt megállnak, és eltesztek, helyeznek egy koszorút. Hát ez a Cappella Ungherese, ami hát minden útikönyvbe szerepel, és hogyha Itáliához felutaznak, álljanak meg itt. Magyar katonák, hát nem csak az orosz fronton vannak, hanem magyar tüzérek, kassai és budapesti tüzére teljesítenek szolgálatot az Oszmán Birodalomban. Az Oszmán Birodalomnak fontja van, az egyik a palesztinai front, az angolok Gáza felől törnek előre, és az ő megállításukban nagyon nagy szerepe van azoknak az osztrák-magyar, de gyakorlatilag magyar tüzéreknek, akik 1916-ban májusában érkeznek Jeruzsálembe, meglátogatják a Szent Helyet. Ez egy komoly alakulat volt, ez egy 5-600 fős alakulat. Az oszmánoknak nem voltak tarackosaik, és hát tulajdonképpen egy precíziós tüzérséget adtak az oszmán hadseregnek. Itt látjuk őket, itt a kaktuszok, meg a nem is kaktuszok, hanem olyan képek is vannak, hanem a pálmafák között, és hát ezek derék emberek voltak, ők lőttek ki az osztrák-magyar hadtörténetben először angol tankot, és hát megállták helyüket, és hát érdekes emlékviláguk van, de hát a gázai csatákat elveszítettük, az angolok előre nyomultak, 1917. december 7-én elveszítettük Jeruzsálemet is. Én úgy mondom, hogy elveszítettük, hiszen a török hadsereg oldalán ott volt egy német gyorshadtest, ott volt a különféle osztrák-magyar műszaki alakulatot, és a város lakói, a városi zsidó lakói, azok többrészt magyar és német állampolgárok voltak, akik egyáltalán nem örültek az angoloknak az előterelésére, és hát itt látjuk az angol hadsereg bevonulását Alembi tábornokkal az élen Jeruzsálembe, és hát ettől így kerül a Szentföld Jeruzsálem angol uralom alá, és hát 1948-ig angol uralom alatt van, és itt fönn ezt a templom, az a Sionhegyi Mária Elszentelése templom, ezt azért tettem ide, mert ennek a templom mellett van egy temető, a Sionhegyi brit katonai temető, itt 10 osztrák-magyar katonának, közülük 7-8 az egyértelműen magyaroknak a sírjai vannak, és hát a Sionhegyhez, Dávid sírjához, Szűz Mária Elszentelésének helyéhez közelében ott vannak a magyar halottaink. És közben ki ne hallott volna a nagy októberi szocialista forradalomról, hát mi idősebbek eleget, a fiatalok kevesebben, de nem hiszem, hogy le lehet úgy érettségézni, hogy valaki nem tudná, hogy mi volt a nagy októberi szocialista forradalom, amely az orosz és a pravoszláv naptár szerint 1917. október 25-én zajlott le, ami tulajdonképpen egy pucs volt, katonai hatalom átvétel a polgári kormány elzavarására, és a bolsevikok kezében lévő munkástanácsok és katonatanácsok átvették a hatalmat
Szentpéterváron, majd különböző városokban, Moszkvában és mindenfele, és hát látjuk, hogy a hadsereg alakulatai átálltak a bolsevikokhoz. Itt látjuk, hogy a kommunizmus, tehát akik még ismerik a cirilbetűk, az láthatják, hogy katonák viszik a kommunizmus nagy tábláját, nem látjuk az auróra cirkáló, az orosz hadsereg tengerészei a bolsevikok mellé álltak, és lőtték a téli palotát, vagy nem lőtték, arról újabban viták vettek, de mi, amikor feleltük a kommunizmus idején, akkor mindenki tudta, hogy az auróra cirkáló lövésével megkezdődött a nagy októberi szocialista forradalom, és hát itt látjuk jobbra ezen a sajátos fotóból kiszínezett képet, amin Vlagyimir Iljics beszél a szovjetek képviselőihez. Hát már nincsenek olyan jó ruhái, mint Stockholmban volt, de hát az élő egyébként mindig igyekezett jól megjelenni nyakkendőben és jól öltözötten. Mindez, ami történt a 1917 nyarán, a Kerenszkij offenzíva, az lehetőséget adott a román hadseregnek, amely Moldvába Jászvásár központtal védte magát, hiszen a Úrromániának a kétharmada, az osztrák-magyar monarchia, Németország és Bulgária megszállása alatt és katonai ellenőrzése alatt volt. A román hadsereg 1917 márciusában francia tiszteket kapott Bertel tábornok irányítása alatt, akik átszervezték a román hadsereget, mindenféle kiképzéseket és harcászati tréningeket tartottak, és Oroszországon keresztül nagy mennyiségű katonai fölszerelést juttattak el a román hadsereghez, és az angolok is segítették egy hatalmas nagy kölcsönnel a román hadseregnek a fölfejlődését. Most ezek a román és a mellettük lévő, vagy velük harcoló orosz alakulatok több sikert is értek el. A osztrák-magyar monarchiának és a németeknek a Moldva felé áttörése Marestinél hát komoly ellenállásba ütközött, aztán Maresnél is, ezek két, tehát moldvai helyek, és hát nagyon komoly harcok voltak az Ojsztúzi szorosnál folyamatosan, hiszen a román hadsereg egyrészt itt próbált betörni, másrészt pedig az osztrák-magyar-német erők itt próbáltak kitörni Moldva fele. Hát ezeknek megvan az emlékviláguk, itt a jobb oldalon látják a nézőink a Marestinél készült első világos emlékművet, hát ami egy szimbolikus emlékmű Romániának a háborús részvételő és a győzelméről, és hát ekkor már ezeknek a román hadseregnek a főparancsnok, a Avarescu tábornok, aki később majd miniszterelnök lesz, hát nyilvánvaló, hogy Avarescunak a hősiességének a bemutatásról is szól ez a Maresti emlékmű. Hát a másik oldalon pedig ott látjuk az Ojtozi, ezt egy, az Ojtozi csatáknak az egyik emlékoszlopát, hát ez sajnos nem Ojtoznál van, hanem Sopronban, ahol az Ojtozi szorosnak a védelmét azt Soproni 18-as honvédezred látta el, nagyon sokáig, nagyon komoly harcokba vettek részt, és hát ezek a túlélők, akik hazamentek Sopronba, ők állították még a 30-as években ezt az emlékművet, hát amelyet különböző alkalmakkor rendesen koszorúznak. Hát jó lenne, hogyha az Ojtozi szorosban a mi katonáinknak és a mi szövetségeseinknek is lenne emlékműve, és hát eljutnak odáig, hogy minden halott katonát tisztelünk, mert a katona, amikor meghal valamilyen ügyért, az tiszteletet érdemel minden kultúrába. Tehát mi nekünk tisztelnünk kell az ellenük harcoló román katonákat, mint ahogyan román barátainknak is tisztelniük kell az ellenük harcolt
osztrák-magyar, bolgár, török, német katonákat. De mindez a helyzet, ami kialakult, az, hogy Oroszországban kitört a forradalom, és a bolsevikok két nap múlva fegyverszünetet kötöttek a központi hatalmakkal, ez Romániára is hatott, hát nem volt meg az a lehetőség, hogy az oroszok segítsék őket, sőt, mindenféle konfliktusok jöttek létre a moldvávai lévő román hadsereg és a visszavonuló bolsevilázódott oroszok között, ezért 1917. december 9-én a Jasba visszavonult román kormány fegyverszünetet kötött a központi hatalmakkal, mind az osztrák-magyar monarchiával, Németországgal, mind Bulgáriával és az Oszmán Birodalommal, és megkezdődtek a béketárgyalások, hogy a román kérdés az valamiféle kéreképpen kiiktatódjon a háborúból. Az 1917 év mérlege az körülbelül úgy tudjuk összefoglalni, hogy nyugaton a helyzet változatlan, hiszen a német szövetségeseik nem tudták áttörni a francia vonalakat, és tulajdonképpen egy hájban áll a nyugati front a Verdun környékén től a hosszan elzugódva nyugat fele. A keleten az orosz fronton azt mondhatjuk, hogy Oroszország kiiktatásával, és hogy a német titkosszolgálat ügyesen támogatta a bolsevikok hatalom átvételét, hiszen nem csak arról szólt ez a támogatás, hogy Lenint hazajuttatták Oroszországba, hanem Németország, Svédországon keresztül és egyéb szálakon a bolsevikoknak jelentős összegeket biztosított ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Ebből mindenféle dolgok kitugódnak 17 júniusában, és a Kerenszín kormány ezeket föl is próbálja használni, és a Leninéket német kémeknek és német bérenceknek bemutatni. Azonban ők annyira ki akar lépni az orosz nép a háborúból, hogy ez őket nem érdekli, és a bolsevikok annyira meggyőzősek számukra, hogy a Kerenszkij kormány a bolsevikokat és Lenint és a többi bolsevik vezetőket nem tudja leállni. A német hazavetésnek az a célja, hogy miután Oroszország kilépett, minden erővel, minden erőt, amit csak lehetséges, a francia frontra kell összpontosítani, 1918 elején, és hát a franciákat megverni. Hát tulajdonképpen eddig is ez volt a cél, hát nem sikerült sajnos, ez az utolsó lehetőség, 1918 tavasza, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy a legnagyobb probléma ekkor már, hogy jönnek az amerikaiak, jön az USA, és a német hadvezető is tudta, hogy 18 koronyarára már jelentős amerikai egységek lesznek Franciaországban is, és ezért hát próbált mindent megtenni. Aztán, hogy ebből mi sikerült, mi nem sikerült, és hogy hogy jutunk el a 1918-as évhez, a szomorú véghez, ezt majd a következő tadösvényen fogom elmondani, amelynek az időpontja pontosan egy hét múlva, 2021. február 6-a. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kívánok mindenkinek egészséget, békességet, és hogy mindenki találja meg a módját annak, hogy ebben a borzalmas világjárvány idején hogyan tud lelkesedni, hogyan tud új dolgokat csinálni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!